A tanévkezdésről kérdeztük Plósz Csilla intézményvezetőt. Mindhárom tagintézményben nagy-nagy lendülettel indították a 2021-22-es tanévet. Iskoláinkban, tagintézményeinkben nagy-nagy lendülettel indítjuk a 2021-22-es tanévet. Ugye a nyár, illetve az augusztusi időszak legnagyobb kihívása volt az, hogy az alapfeladataink ellátásához a megfelelő számú pedagógus, tanító, illetve szakos tanár rendelkezésre álljon itt az iskolába. Örömmel számolok be arról, hogy ez biztosított minden intézményünkben. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola két általános iskolai tagintézményében 440 fő, a művészeti iskolában 130 fő kezdi meg az idei tanévet. Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához három tagintézmény tartozik, kettő általános iskolai tagintézmény, illetve egy művészeti iskolai tagintézmény. Az általános iskolásaink száma a két tagintézményben 440 fő, a művészeti iskolások pedig 130 fővel kezdik meg az idei tanévet. A tanévkezdéshez a hátrányos helyzetű gyermekek, családok tanszercsomag támogatást kaptak. Az elsősöknek ez egy nagyon nagy lépés és nagyon nagy változás az iskolába való belépés, és mindennel próbáljuk segíteni őket támogatással, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek, családok tanszercsomag támogatást kapnak, amelyeket a szülők augusztus 30-án már átvehettek. Az étkezés is biztosított mindkét általános iskolai tagintézményben. Már az első naptól biztosított mindkét általános iskolai tagintézményünkben a gyermekétkeztetés, napi háromszoros ellátásban lehetnek a gyermekek. Elkészültek a tanmenetek, órarendek, és már szervezik a szakköröket, szabadidős tevékenységeket. Az alapfeladat ugye a tanórák megszervezése, a tantárgyfelosztás, illetve az órarendek már elkészültek, de a gyermekekre nem csak ez vár, hanem különböző szabadidős tevékenységek, illetve szakkörök. A Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményünk a komplex alapprogram szerint végzi a munkáját, és ennek a programnak számos olyan eleme van, amely sok-sok élményt nyújt a gyermekek számára. A Kovács Mihály Általános iskolai tagintézmény a komplex alapprogram szerint végzi a munkáját. Ennek számos olyan eleme van, amely sok-sok élmény nyújt a gyermekek számára.